Sziasztok! Ma egy sokkal egészségesebb dolgot fogunk csinálni, mint amit eddig valaha is, ez pedig nem lesz más, mint egy saláta. Pontosabban a túrót, nézzük meg, hogy milyen az a saláta, aminek a legkevésbé használatos jelzője az egészséges. Nem más csinálunk, mint a panzanellát, ami egy olasz kenyérsaláta, és állítólag a tengerészek találták ki pontosan azért, hogy a hosszú hajóutokra elvitt kenyeret, azt meg tudják valahogy később is enni, de mi turbózunk rajta is nem kenyérrel, hanem tepertős pogácsával és rettentő mennyiségű baconnel fogjuk megcsinálni. Jöhet a tepertős pogácsa, és a pogácsainkat nem túl kicsi darabokra, gyönyörűen széttördeljük. Ennyi az egész. Jöhet a bacon. Szépen felcsíkozzuk. És azt gondolom, hogy ne esünk túlzásokba, lévén salátáról van szó, ennyi hús, ennyi bacon elég bele. Kevés rozmarin és a tepertős pogácsa. Éppen, ha csak egy picit megpirítjuk. Az olívabogyót és a kapribogyót picit megkapatjuk. Jöhetnek a paradicsomok is. És ez kész is van. Jöhetnek a bogyók. Mehet bele a paradicsom is. A leve is, minden. Jöhet a só bors. Kész. És akkor csináljuk meg a dressinget, vagy legalábbis azt, amit annak hívunk. Mehet bele egy fél citrom leve. Jöhet a csoda. Olívaolaj. És az egészet gyönyörűen elkeverjük. Bátlan. És kész. Bazsalikon barátunk is. Kicsit szüretelünk belőle. Picit aprítunk a bazsalikomon. És akkor az összerakás. Só és a bors. Nyugodtan bőven meg lehet küldeni vele. Így. Jön a bazsalikom. És mehet rá a dressing is. És ezzel gyakorlatilag kész is vagyunk. Kavarintás. Jusson a dressingből is
mindenhova, sóbors is szépen járja át az egészet, és gyakorlatilag teljesen kész van. És akkor a tálalás. Tepertős pogácsa salát a baconnel a hideg nyári reggelekre kész. És akkor nézzük, hogy mit tud. Majdnem azt mondom, hogy üdár. Nyilván citrom, olíva, olaj, kettőse. De jó. Szóval a bacon vízbe valami nyersességet, férfiasságot, de a tepertős pogácsa sem lágyítja ezt az egészet, tehát nagyjából egészében semmi köze nincs semmiféle salátához, és közben mégis azt mondom, hogy nem csak köretként, hanem főételként, sőt, inkább főételként állja meg a helyét. Érződik benne a grillen készítés nyersessége, füstössége, karcossága, és ezzel együtt mégis gyönyörűen egységbe foglalja a dressing, amit kapott. A paradicsom, a bogyók, állat, szerintem nagyon jó. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat a kipróbáláshoz, jön a nyár, lehet grillezni, ha más nem a teraszon, nyilván lehet csapatni egy csomó ilyen grillpartit, csináljátok, próbáljátok ki ti is, jó étvágyat, sziasztok! Tepertős pogácsa saláta. Kicsit ízegetni kell.